Szeretettel köszöntök én is mindenkit. És rögtön az elején szeretnék köszönetet mondani annak a 78 embernek, aki kitöltötte a kutatási kérdőívünket, és további köszönet illeti közülük azt a 20 embert, aki utána még egyéni interjúra, szóbeli interjúra is vállalkozott, mert ilyen formán egy nagyon szép, nagyon gazdag anyag gyűlt össze a kutatásunkban, aminek most csak egy szeletét tudom bemutatni, mert Tényleg hála Istennek nagyon gazdag anyag gyűlt össze, több tanulmányban tudjuk majd megírni. Másik köszönet illeti, mert ugye mi szerelemből kezdtük el ezt a kutatást, meg elhivatottságból, és, és hogy az én életemben sok minden, aztán menet közben véletlenül találkozások nyomán jól alakult, hogy lett, ez, lett egy intézmény is, aki befogadta a mi kutatásunkat, kutatócsoportunkat. Ez pedig, itt nem fogom felolvasni nagyon hosszút, a legutolsó sor a Szegedi Ikiknek köszönhető, hogy, hogy anyagi támogatást is tudnak nyújtani ehhez. Már csak aha, jó. Cs bocsánat, csak megnézem az időt, jó, hogy lássam én is, hogy mennyi időm van. E, tegnap még sokkal több dia volt ebben a sorozatban, mint amit el lehet mondani, szerintem most is, de igyekeztem egyszerűsíteni. Tehát hogy indult ez a téma, hogy a szenvedélybeteg szülők elgyászolásának a mintázatával foglalkozzunk? E, tulajdonképpen ott, amikor e, két évvel ezelőtt megjelent könyvünket írtuk, és annak a szakmai részénél felmerült, hogy hát hiszen a gyászról is kellene írni, és volt nekem saját tapasztalatom, illetve a szakmai munkában a gyászkísérésben gyűjtött tapasztalatom hogy milyen jellegzetességei rajzolódtak már ki addig is a szenvedélybeteg szülők elgyászolásának. De akkor nem mélyültünk be a szakirodalmi kutatásba. Az egy következő állomás volt, amikor a Máltai tanulmányokban írhattunk, és akkor ezt a témát választottuk, a szenvedélybeteg szülők elgyászolását, és akkor kerestünk hozzá szakirodalmat. Magyar nyelven egyáltalán nem volt, nincs, és a Nemzetközi Szakirodalomban is csak egy-két tanulmányt találtunk, amelyek nagyon kiválóak voltak a kiinduláshoz, és amelyek alapján elindulhattunk ezzel a tanulmányírással is, hogy egy kutatást megtervezzünk ebben a témában. Tehát ez volt az indulás. Nem beszélek hozzá, néhány dián majd látják, hogy, hogy, elég gyorsan keresztül száguldok, azért az az egy-egy mondat viszont a képteljességéhez fontos lesz, hogy elnézést, ha néhol nagyon gyorsan fogok lépni. Tehát itt, ha a szakirodalmi háttérre gondolunk, ki kell emelnünk, hogy mi jelenik meg a szenvedélybeteg szülő halála elgyászolása kapcsán. Hát egyrészt azok a veszteségek, amelyeket a gyermekek már gyermekkortól a szülő halálát megelőzően, tehát a veszteségek több rétegét élték át, és egyrészt ugye nevezzük ezt összefoglalóan elveszett, vagy részben elveszett gyerekkornak az e gyász, illetve a fantázia szülő halál a legtöbb gyerek elképzel magának egy, egy, jobban funkcionáló szülőt, és így a halálával az is véglegessé válik, hogy ez már soha nem valósul meg. Tehát, hogy több veszteség is felelősödik a szülő halálával. Lépnék, lépek. Tehát milyen kutatási kérdéseink voltak első körben, kíváncsiak voltunk arra, hogy hogyan alakul ezeknek a, a felnőtt gyerekeknek a gyász folyamata, milyen mintázatai vannak ennek a gyásznak, és, és hogyan gyászolható el az elveszett gyermekkor. <tosz> Nekem mindenképpen célom volt ezzel a kutatással, hogy a szakembereknek megfogalmazzunk ajánlásokat, akik találkoznak ezekkel az esetekkel, és lehet, hogy időnként eszköztelennek érzik magukat, vagy kevésnek érzik, amit, addig, amit eddig erről tanultak. Tehát az én célom mindenképpen az volt most ezzel a kutatással, hogy a szakembereket segítsük még több információval. Nem annyira engedelmeskedik nekem ez a... Jó. A módszertanul csak nagyon röviden kvalitatív, kvalitatív pszichológiai kutatási dizájnt alkalmaztunk, és a tematikus analízis módszerével elemeztük a kérdőíveket. Ugye olyan, olyan feltételekkel toboroztuk az embereket, hogy egyik vagy mindkét szülő életében jelen volt a problémás szerhasználat, és a szülők halálesete óta legalább két év eltelt, tehát hogy az, embereknek már legyen valami rálátása, megtapasztalása erről a gyász folyamatról. Eh, ahogy mondtam, ugye összesen 78 kitöltő adatot, és, és, itt van néhány adat, erről sem fogok most részletesen beszélni, csak, csak egy picit felvillantani ezeket a diagramokat, hogy, Többségében nők töltötték ki, majdnem a kitöltők majdnem fele házas. De ez, ezeket most csak úgy felvillantom, nem szeretnék ezekről részletesen beszélni. De fontos az, hogy a, hogy az átlagéletkor 24 vagy 45 éves volt, de 24 volt a legfiatalabb is 69 a legidősebb kitöltő, illetve hogy, hogy az ország. Ból, nem csak a fővárosból, városokból, hanem különböző kisebb településekről is érkeztek kitöltött kérdőívek. Itt, itt az 50 a a kitöltőknek az édesapját veszítette el, és 15 a az édesanyját, és több mint 30 mindkét szülőt. A kérdőív kérdéseit is most csak nagyon gyorsan végigmegyünk rajta, hogy lássák, hogy mi mindenre kérdeztünk rá ebben a, ebben kérdőívben. Ugye az egyik, hogy hogyan volt jelen a függőség a családban, milyen volt a kitöltő kapcsolata a szülő, szüleivel gyermekkorában, aztán felnőtt korában, hogyan, hány évesen, miként veszítette el a szülőt, a szüleit, mutassa be az, a szülő elvesztését követő időszakot, a gyász folyamatát ennek a minden összetevőjét, aztán, hogy milyen nehézségei voltak ennek az időszaknak. Természetesen az is, hogy az is érdekel minket, hogy mi az, ami segítette az embereket ebben az időszakban, mi gátolta, vagy akadályozta, és aztán a jelenben, jelenben most hogy érzi akárhány év telt el a veszteség óta, hogy érzi az elhunyt szülővel való kapcsolatát, mennyire sikerült a közös múltat és a halálát feldolgozni, illetve hogy, hogy érzi magát most az életében. No, és amilyen fő témákat, ez, ez csak egy része, és erről sem fogok mindről beszélni, itt csak a, a gyászról konkrétan, ugye, ahogy az előadás szíme is mutatja. Az első hármat azért hozom ide, hogy csak lássuk, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen mi minden tartalmazhat az az elveszett gyerekkor, ami, aminek a veszteségei lehet, hogy addig a szülő haláláig valahol a szőnyeg alá voltak söpörve, valahova el, el voltak téve, el voltak nyomva, és a szülő halálával egyszerűen aktivizálódnak ezek a feldolgozatlan veszteségek. Tehát ez, ez mindenképpen tartozik a gyász mintázatához, hogy nem önmagában a szülő halála ad nagyon kemény gyászmunkát. Ja, Bocsánat, azért a másik háromról beszélnék, tehát hogy kirajzolódik a, a, a visszajelzésekből a gyász sokfélesége. Nagyon jól tipizálják maguk a, a kitöltők is a saját gyászukat, hogy kettős, jogfosztott, eltemetett, késleltetett, kisajátított. És, és az érzésekkel minden szinten foglalkozunk, mindenhol megjelenik az érzések sokfélesége, ambivalenciája. Beszélni fogok a gyászidőszakának fő akadályairól, nehézségeiről, ebben lesznek a kitöltő által írott válaszokból fogok idézeteket mutatni, gyönyörűen, nagyon gyönyörű szépen fogalmaztak az emberek. Tehát ott van a magány, az ambivalens érzések, a környezet elvárásai, a bűntudat, a mintakövetés megjelenése, a gyász kitolódása, a családi dinamika, a továbbgyűrűzése, és a gátak a gyászban, tehát ezt is egy kicsit pontosabban megnézzük, és, és ugye amiről ami, ami még egy jelentős anyag egyébként a kutatásunkban, hogy, hogy hogy zajlik az élet a szülő elvesztése után. Fogok a végén, arról egy pár szót mondani, mit látunk a kitöltésekből, hogy, hogy mennyire sikerült a szülő halálát elgyászolni, és illetve mit nehezebb elgyászolni. Illetve szeretném felvillantani, a hála érzését, hogy, hogy milyen szépen megjelenik a feldolgozottság egy bizonyos pontján, amikor meg tudják már fogalmazni az emberek a veszteségek ajándékait is. Tehát ez egy későbbi feldolgozandó anyag része, de itt mindenképpen szeretném itt felvillantani, hogy egy kicsit teljességben lássuk ezeket az interjúkat. Na, tehát ugye említettem, hogy a gyász sokféleségét. Nem fogom itt az összes idézetet felolvasni, csak egyet-egyet, hogy, hogy érzékeltessem. Például, és mivel egyik esetben sem volt bocsánatkérés, vagy a múlt elismerése, ezért jogfosztott gyász volt, tele bűntudattal, szégyennel, kérdésekkel vagy megjelent ugye a kisajátított gyász, hogy mindehez hozzájött, hogy a nagymamám kisajátította az egész gyászt önmagának úgy írt ve, hogy ő teljesen beletemetkezett abba, hogy, elvesztette az alkohol miatt mindkét gyerekét, és senki sem érezhette magát rosszul rajta kívül. És a legelső, ezután még erősebben jött elő a lefolytott, eltemetett gyász, tehát hogy a szülő halálát megelőző veszteségek miatti gyász élménye, veszteség élménye. A gyár sokféleségéhez tartozik ezen kívül, hogy, hogy megjelenhet a gyerekkor az elveszett gyerekkornak a vesztesége, hogy azt már az elején említettem. Ez is nagyon szépen visszaköszön az interjúkból a gyász sokféleségéhez tartozik még hogy, hogy milyen túlélési stratégiákat tudnak, milyen erőforrásokkal belső vagy külső erőforrásokkal tudnak az emberek rendelkezni és és hogy ez hát pozitív és negatív értelemben is Megjelenik például az, hogy mivel egész életemben ezt szoktam meg, hogy foltsak el magamban minden érzelmet, nem mutassak ki semmi fájdalmat, legyek minél problémamentesebb, csendesebb, például ez is megjelenik a szülő elvesztésekor. Úgyhogy szóval, hogy ahogy egész életemben próbáltam ebben a családi környezetben túlélni, az a módszer, amelyet kifejlesztettem magamnak, hát ez, ez kapcsol be a, a szülő elvesztésekor. A gyász sokféles, sokféleségéhez tartozik, hát tudjuk gyászkísérőként, hogy, 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 minden gyász folyamat egyedi, ez természetes, és hogy, hogy általában az érzések kavalkádja, elárasztó érzések, érzések ambivalenciája is jellemezheti, és a szenvedélybeteg szülők elgyászolása kapcsán ez sokszor hatványozottan jelenik meg, sokkal erőteljesebbek ezek az ambivalens érzések és az érzések olyan kavalkádja jelenik meg, amit, amit nagyon nehéz megélni, átélni, tartalmazni, nemhogy kifejezni. És sokszor az emberek magukat sem értik. Nem értettem a saját bűntudatom, a szégyenem, a dühöm és a szomorúságomat sem. Az egész nagyon fájt, szinte nem kaptam levegőt. Megnéztük apát, nem ismertem meg, de mégis jó élmény volt, béke volt az arcán. A búcsúztatón zárt volt a koporsó. Sajnálom, hogy nem én olvastam fel a búcsúlevelet, nagy részt én írtam. A búcsúztató után nagyon megkönnyebbültem. Mucsi Georgina kolléganőm készítette egy szófelhőt a gyászhoz kapcsolódó érzések, megjelenő érzések, az interjúban megjelenő érzésekről. Itt láthatjuk, hogy milyen milyen, milyen sokféle érzés, és hogy azért jelentősek ebben a fájdalom, a szomorúság, a harag, a dűf, az üresség, lelkismert furdalás, tehát azok az érzések, amelyeket nem könnyű elhordozni. Következő diákon a gyász időszakának a fő nehézségeit szeretném felvillantani. Az egyik nagyon erőteljes élmény ebben az időszakban a magány, ami megjelenik. Amikor nem tudnak az emberek kapcsolódni másokhoz, nem volt, akivel megbeszéljék az érzéseiket, és nagyon egyedül érezték magukat. A magány, az elhagyatottság, elutasítottság az, és az, hogy ez már nem is fog változni, ez volt a legnehezebb. Üresség. Mert utána is magány és üresség fogadott. Az ambivalens érzéseket már említettem, tehát nem lehet erről eleget beszélni, hogy ez mennyire nehéz, amikor, és itt nem olyan ambivalens érzésekről, nem az arról a szintről beszélek, amikor valaki egy nagyon hosszú betegség után, sok szenvedés után hal meg, és akkor azt mondják a hozzátartozók, hogy valamennyire meg is könnyebbültem, mert hát vége a szenvedéseinek. De itt nem ilyen megkönnyebbülés, ilyenről is lehet szó, de általában nem erről van szó, hanem arról a megkönnyebbülésről, hogy végre vége van a nehézségeknek, a megpróbáltatásoknak, a nehézségeknek a szülőkkel való életben. Hogy végre, végre nincsenek már itt, és nincs, nincs itt a velük való teher. De hogy ezzel együtt a fájdalom is megjelenhet, a hiány is megjelenhet. Ugye, ahogy mondtam, előtörhet az elveszett gyerekkor gyásza, a fantáziaszülő elvesztésének a gyásza. És, és hogy ezt így kimondva, hogy ambivalens érzések az apámról, aki hiányzik, és akire haragszom, hogy végre nem kell velük, meg a szarságaikkal foglalkozni, de fáj is, ezek nagyon mély, mély érzések és ezeket az ambivalens érzéseket hát felnőtt legyen a talpán, aki, aki, aki el tudja hordozni. De de nagyon gyakori, hogy, hogy azok, akiknek nagyon sok probléma, sok nehézség volt a szüleivel, a szülő halála után tud elindulni igazán a saját életük. Hogy az az energia, ami addig a szüleik megmentésére, terelgetésére, a nehézségekre ment el, és mindig valakinek a valakiei voltak, végre megérkezhetnek a saját életükbe, és ezt az energiát magukra, és akár a családjukra fordíthatják. Szóval nagyon mély, mély és erősen ambivalens érzések ezek. Ugyanúgy nehézségei ennek az időszaknak, hogy a környezetnek, mint általában a gyászolók ezt tapasztalják, megjelenek a környezet elvárásai, akár a családban, de néha saját maguktól is valami olyasmit várnak az emberek a gyászban, ami, ami végül is nem megy és, és kívülről is érhetik őket olyan hatások, ami, ami nem segíti ezt a folyamatot. E, és e, itt van ez egy nagyon ékes példa, hogy mikor apám meghalt, egy kolléganőm, akivel nem is voltam szoros kapcsolatban, viszont szükségét érezte, hogy a megbocsátásról papoljon nekem, mert van egy barátnő, aki a halálos ágyán megbocsájtott az alkoholista apjának. Szóval én a, a tapasztalataimból azt mondhatom, hogy a, a megbocsájtás persze nagyon fontos, és nagyon jó, hogyha el tud érkezni, de ez semmiképpen nem a haláleset idején van ennek, ott az ideje. Ez majd megszületik egy hosszas feldolgozó munkanyomán. Én, én így látom. Tehát ne, nehéz, amikor a család vagy a környezet elvárásainak kell megfelelni. A bűntudat, mint érzés, az is nagyon-nagyon gyakran jön elő. És és általában a gyászolókkal végzett munkában látjuk, hogy nem könnyű ezzel megbírkozni, hogyha nagyon-nagyon erős a, bűntudat, akkor a gyászmunkának ez, ez, egy fontos fókusza lesz, és lehet, hogy hosszú idő keresztül kell ezzel dolgozni, vagy visszatérően kell ezzel dolgozni, hogy ezt a bűntudatot fel lehessen oldani, hogy fel tudja valaki magában oldani. Tehát az embereknek nagyon-nagyon sok mindentől tud bűntudatuk lenni. És és az, hogy hogy tudtak jelen lenni, ugye itt már egy olyan ponton vagyunk, amikor már nem tudunk, nem tudunk visszamenni az időben, nem tudunk semmit változtatni, azzal kell valamit kezdeni, ami ott van. Itt már a kapcsolatunkon lélekben tudunk dolgozni, de, de más változás már nem érhető el, és nagyon mély szinten tud ilyenkor a bűntudat is megjelenni. Azt hiszem, nagyon telik az időm, közben nem látom itt az időfelelősömet. Oké, okay. jó, akkor most nagyon rákapcsolok. Tehát mert látszik, hogy több dia van, nem csoda, hogy ilyen sok dia van, mert sok nehézsége van ennek a gyász folyamatnak, ezért fontos, hogy aztán mi emberek erre fel tudjunk készülni. Tehát amikor a mintakövetés megjelenik, hogy, hogy aki egyébként is hajlamos volt valamilyen függőségre, vagy már beköszöntött az életében, sokszor a gyász gyász idején ez felerősödik, hogy akkor csúszik mélyebben, például jobban itt, mint előtte. A gyerek a munkaaddikció felé fordultunk, vagy úgy gondolom, hogy a pornofüggőségem anyám halála után szabadult el igazán. Aztán a gyász kitoródása, ugye említettem ezt a megkönnyebbülést, hogy amikor a szülő meghal, függően attól, hogy milyen volt a vele való élet, Sokszor a megkönnyebbülés a meghatározó érzés, és ez a, ez a megkönnyebbülés néha évekig eltart, és a, a tényleges gyászfolyamat nem tud elindulni. De én, én meg vagyok győződve arról, hogy egy szülőt mindenképpen el kell gyászolni. Persze ha sok fal választ el attól, hogy eljussak a gyász a veszteség élményéig, akkor azon még először keresztül kell, mint egy ilyen gátfutás keresztül kell mennünk. Tehát valakinél közel tíz év kellett ahhoz, hogy a valós gyászfeldolgozás elinduljon. Tehát ez is egy nagyon fontos mintázata ennek a gyásznak, hogy kitolódik. Ne várjuk azt, hogy a szülő gyászolja valaki, azzal dolgozunk, ami, 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 bejön az ajtón, ami akkor a legjobban fáj. További nehézségei vannak, mert a családi dinamika tovább gyűrűzik. Lehet, hogy egy szereplő ebből kiesett, de, de úgy nem attól még nem működik jól a család, és lehet, hogy sokan akkor látják meg először, hogy lehet, hogy a függő szülő meghal, de a családunk attól még nem működik jól, és visszaköszön. És fájdalmas ez a mondat, hogy mennyire visszaköszönt a Temetés szervezésekor és a temetésen az alkalista családi dinamika, a tagadás és a gyermeki elhagyatottság. Lényegében pont olyan volt ott állni, mint gyerekkorunkban, két elárult gyerek elnézést, hogyha elérzékenyülök, nekem is megvan a magam története, nem tudom lehasítani magamról, ilyenkor sem. Na, aztán voltak gát a kagyászban. itt is megjelenik a, a környezet elvárása, az, hogy, hogy, hogy ki, hogy tudott boldogulni ebben az időszakban, át tudta -e adni magát az érzéseinek. Persze voltak olyanok, hála Istennek, akinek nem voltak akadályai. Itt is megjelenik a környezet reakciója gátak között az elvárásai, amelyek akadályozó tényezők voltak. Amikor talán ezt sokan tapasztaljuk, hogy nincs idő jelen korunkban a gyászra, gyorsan túl kellene rajta lenni, vagy vagy csináljuk otthon a négy fal között is, egyébként ne, ne, ne lássák ezt rajtunk. Aztán vannak, ez, ez is nagyon, ez sok embernél előjön, az érzelmi lefagyottságban, lefagyásban érintettek, hogy elnyomták az érzéseimet, és nem tudták megélni sem a fájdalmat, sem az örömöt. De aztán szerencsére vannak kapaszkodók is a gyászban. A kitöltők ö, ö, javarészt kértek valamilyen segítséget, és rendelkeztek belső és külső erőforrásokkal. Gyászcsoportba mentek, egyéni terápiára mentek, szupervízóhoz, gyászcsoportba. Ö, vannak, akik ugye a kapcsolati hálójukat tudták igénybe venni. Ez, ez a dia, ez most itt nem látható. Tehát voltak öngondoskodók, akik mindent igénybe vettek, olvastak, táncoltak, kirándultak, színjátszó körbe mentek, verset írtak, novellákat írtak. Na és ugye ez most már mindjárt vége. Tehát, hogy feldolgozni a közös múltat és a szülő halálát, nagyon-nagyon sok a beszámolók többsége arról számol be, hogy a halálát sikerült. De az azt megelőző időszakot, az egyéb veszteségeket valószínűleg sokaknak úgy tűnik, hogy egy tartó feladat még tovább gyűrűzik a felnőtt életünkre. Tehát a felnőtt kor a kivetülő veszteségek, ami a kutatásunk további része, abban majd ezeket meg fogjuk írni. Tehát ez a leg, ez nagyon szép ez a mondat, a halált teljesen. A közös múltat feldolgozni életem végéig tartó projekt. És ígértem a veszteségek ajándékait is, hogy ez is megjelenik, és, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy vagy azt láttam, hogy szépen visszaköszön a válaszokból az, hogy, hogy mivel a hiányaink nyomán lettünk kereső emberek, ezért mivel kereső emberek lettünk, ezért nagyon sok kincsre lelhetünk ezen az úton, hát kinek mikor érkezik ez el, és nagyon szép ez a mondat, azt hiszem, hogy apám függősége és halála adta a belépőjegyet önmagam megismeréséhez, a legnagyobb örökség ez, amit ember kaphat, hálával gondolok rá. Tehát sokféleképpen hálásak az emberek ezért. Az összefoglalás kirajzolódott-e a mintázat a kutatásból? Igen. Pontosabban tervezhetők-e a beavatkozások? Igen. Folytatjuk-e a kutatásokat? Igen. Még írni fogunk erről. És már most meg tudom azt fogalmazni, megnézve azokat a történeteket az interjúkból, ahol látszik, hogy nagyon szép a feldolgozottsága a halálnak is, meg, meg minden egyéb veszteségnek. Azok az emberek dolgoztak a gyászsal, tehát aktív gyászmunkán mentek keresztül, és rendszer szemléletű segítséget kaptak. Tehát ebben nagyon fontos a feldolgozottságban, hogy az emberek értik. Értik a családjukat, értik a felmenőiket, a családjuk történetét, hogy miért úgy, úgy tudtak élni, ahogy tudtak. És a megnyugváshoz, az elsíratáshoz, elgyászoláshoz ez nagyon-nagyon nagy, nagyon nagy mértékben hozzá. Hozzájárul. Tehát, hogy ezeket mindenképpen megfogalmazhatjuk, több több tanulmányban fog, ugye mondtam, nagy az anyag, több tanulmányban fog megjelenni, a karantanatológiai szemlében, pszichoterápia folyóiratban, mentelégin és pszichoszomatikában, és a Death Studies nemzetközi folyóiratban is fog megjelenni. Nagyon köszönöm a figyelmet!